2010. november 26-a, 15 óra 23 perc körül kettő férfi arcukat maszkkal eltakarva, gépkarabét tartva a kezükben belőtnek a Budapest 19. kerület főutcában lévő bankfiókba, ahol az ügyfeleket, az alkalmazottakat ugye a fegyverrel megfenyegetik, földre fektetik őket, és készpénzátadását követelik. Ez alatt a harmadik társ, akiről ezeddig nem esett még szó, kint biztosította a helyszínt, illetve a bankfióknak a bejáratát. A pénztáros közel 2.800.000 forintot átad az elkövetőnek, akik utána a helyszínről gyalogosan menekülnek el oly módon, hogy ketté válnak külön az, aki figyelt, és a két társ pedig egy másik útvonalon távozik. A banki alkalmazottak és az ügyféltérben lévők nem sérültek meg, lövésben az ügyféltérben nem történt. 19. kerületi rendőrkapitányság járőrei perceken belül a helyszínen vannak, meghallgatják a szemtanúkat, meghallgatják a banki alkalmazottakat, az ügyfeleket, és egy pontos személyleírás, ruházatleírás alapján indulnak az elkövetők nyomára. Néhány száz méterrel a bankfióktól a Szigliget utcában észrevesznek két férfit, akikre ráillik a személyleírás. Futva követik őket, többször felszólítják őket, hogy tegyék le a fegyvert, és a rendőr intézkedésnek engedelmeskedjenek. Ez nem történik meg, az egyik elkövető szó nélkül gépfegyveréből tüzet nyit a kollégákra, akik ezt viszonozva szolgálati fegyverükből célzott lövéseket adnak rá. A férfi ezektől a lövésektől olyan súlyos sérüléseket szenved, hogy ott a helyszínen életét veszíti, a mentők már nem tudták az életét megmenteni. Sokakban megindul ilyenkor a találgatás, hogy vajon jogosan használta-e a rendőr a fegyverét. Már az elsődleges adatok alapján egyértelműen azt mondhatjuk, hogy igen. Lőtte az elkövető, nem lőtt az elkövető. Már most azt tudjuk mondani, hogy a menekülő rablók közül az egyik lőtt. Ha nem lőtt volna, ha csupán a fegyverét az üldöző rendőrök felé fordítja, már akkor jogos a fegyverhasználat. A Batthyány utcában egy gyanús fiatalemberre lesznek figyelmesek, igazolásra szólítják föl, aki megpróbál elmenekülni, de a kollégák elfogják őt. Ruházat átvizsgálás során egy éles maroklő fegyver kerül elő tőle, illetve egy állarc. Szemtanúk látják, vagy látni vélik azt, amint egy férfi fegyverrel a kezében valószínűleg az egyik sorház lépcsőházába bemenekül. Ezután következett az, hogy intézkedtünk a teljes ház lezárására, onnan a lakókat nem engedtük ki, a hazaérkezőket pedig a polgármesteri hivatal közreműködésével egy közeli általános iskolába irányítottuk. Értesítettük a terrorellenállítási központ bevetési egységeit. Ők voltak azok, akik egyébként az épület átvizsgálását végrehajtották. Ahogy egyből a jelzést kaptuk kapitány úrtól, megnyitottuk az iskolát, és egyből intézkedtem Nagy Péter humán szolgáltatási igazgató úr segítségével, és Fülöp Tibor segítségével, aki a polgárvédelmi igazgatóságot vezeti Kispesten, hogy az ellátás, ami ilyenkor szükséges, az rendelkezésre álljon. Tehát én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy tudomást szereztünk, és hivatalosan tudomást szereztünk ezekről az eseményekről, pár percen belül tudtunk intézkedni. Azokat a lakókat, akik már nem mehettek be a vesztek zár alatt lévő házba, őket a közeli iskolában, a Vasvörös általános iskolában helyeztük el, akik nem tudtak rokonokhoz, ismerősökhöz elmenni. Itt rendeztük be tulajdonképpen a központot, ahova a meleg teát és ételt hoztunk, illetve intézkedtem a felől is, hogyha esetleg ez a rendőri akció tovább tart, mint ahogy mi számoltunk, esetleg egészen éjszakot kell lenni, ezért a polgári védelem és a Vöröskereszt segítségével gondoskodtunk arról is, hogy itt akár éjszaka is nyugodt körülmények között lehessen tartózkodni, tehát ágyakat hozattunk, lepedőket, takarókat hozattunk. Egyre több információ merült fel arra vonatkozóan,
hogy a keresett férfi mégsem menekült be a panelházba, más irányban távozott a helyszínről, ezért hajnal 2-kor tudtuk visszaérni az ott lakókat a lépcsőházba. 2009. december 11-én ugyanez az elkövetői kör, a rendelkezésre álló adataink alapján ugyanez az elkövetői kör már kirabolta egyszer ezt a budapesti bankfiókot sikerrel. Mondhatom azt, hogy egy hajtóvadászat indult a harmadik támadó után, mert hogy van a harmadik támadó. A csodának köszönhető az, én azt gondolom, hogy pénteken nem halt meg egyetlen rendőr sem. Ugye a rendőrös azt mondja, akár az életünk árán is. Csoda volt. Persze a csodához kellett még két dolog. A kollégáknak a rátermettsége és a bátorsága is. Nyilván sokakat foglalkoztat, ki lehet a harmadik menekülő. Engedjék meg, hogy 36 órával a bűncselekmény elkövetése után erről most itt a média nyilvánosság előtt ne adjak számot. Azon vagyunk, hogy minél előbb ez az elkövető rendőrkézen legyen, én azt tudom üzenni neki, hogy nem sok esélye van, meg fogjuk fogni.